Büszke lehet minden itt lakó, hogy Bonyhád olyan értékeket hozott létre ebben a folyamatban, amely szép, jó, és ennek a közösségnek azt gondolom a segítségére hasznára válik. Szombaton délután adták át Bonyhád új rendezvényterét a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögötti területen. Az eseményen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, jó látni, hogy a top forrásokból valódi értékek teremtődnek megyeszerte. Ilyenkor érzi az ember, hogy egy közösséghez tartozik, és egy közösségnek érdemes ilyen dolgokat létrehozni, erre érdemes pénzt fordítani, és itt Bonyhádon jól mennek a dolgok mostanában, úgy veszem észre. Két éves folyamat zárult le a hétvégi átadóval, egyben új fejezet is kezdődik Bonyhád életében a közösségi városi programok tekintetében. Ez a szabadtéri színpad és környéke 475 millió forintos támogatással egy toppos pályázatnak köszönhetően készült el. Ez lehetővé teszi azt, hogy a nyári nagy rendezvényeket, de az egész évi rendezvényeket itt kulturált környezetben lehessen megrendezni. A rendezvénytér elnevezésére a város vezetése várja a lakosok ötleteit, a végleges nevet szavazás útján döntik majd el. A Bonyhád elhelyezkedése, maga a város szerkezete olyan, hogy nem volt olyan főterünk, olyan rendezvényterünk, ahol csak mi lakosok lehetünk, autóforgalom nélkül, hiszen minden tér a városban valami épület köré épült, és autóút övezi. Ezért szerettük volna ezt a teret úgy megalkotni és úgy létrehozni, hogy nagyon sok funkciót tudjon betölteni. Az új teret Aradi András evangélikus esperes, Vigand István katolikus plébános és Mészáros Zoltán református lelkipásztor áldotta meg. Ezt követően zenés műsorral és adventi vásárral várták az érdeklődőket. Ezzel pedig kezdetét vette az első völgységi advent, amire egészen karácsonyig várják a látogatókat.